Tavaly szeptemberben csatatérré változott a röszkei határátkelő, a migránsok kövekkel, botokkal dobálóztak a rendőrök, könygázzal és vízágyúval védték meg a magyar határt. Mindez a jogi határzár második napján történt, Böröndi Gábor dandártábornok szerint ezzel tesztelték a magyar határzárat, ami mögött nagy valószínűséggel embercsempészek álltak. Egy röszke hegyes halom távolságért ugyanis fejenként egy millió forintot kértek a migránsoktól. Ez egy négytagú családnál négy millió forint, a határzár pedig akadályozta az üzletet. A legnagyobb probléma a migrációval, hogy nem tudjuk, hogy kik érkeznek Európába. Nem tudjuk, hogy ki jön Németországba, Magyarországba. A múlt héten Németországba jártam, ott megerősítették, megerősítették 350 ezer, 400 ezer embert nem találnak. Tehát nem az, hogy regisztrálták, menekült táborban van, hanem nem tudják, hogy hol vannak. Miért fontos? Mert ha nincsenek kontrollálva, és nem tudják, hogy hol vannak, akkor ez egy bizonyos fajta biztonsági kockázat. Nem csak azért veszélyes az illegális migráció, mert egyesek terrorista cselekményekben működhetnek közre, hanem azért, mert a regisztrálatlan határátlépőket szinte lehetetlen elkapni, ha bármilyen más erőszakos vagy egyéb bűncselekményt követnek el. A Dandártábornok szerint a legidőszerűbb kérdés most az, milyen útvonalat választanak a migránsok. Zártuk a szerbhatárt, határt, Horvátország-szlovénia szigorította beléptetésen. Ausztria... Az osztrák kancellár, kancellár elmondta nyíltan, hogy ők nem lesznek Németországnak az ütköző zónája, tehát ott menekültet nem fognak lakatni, regisztrálni és szétosztani, tehát ott nem. És Németország továbbra is befogad, akkor másik irányt választanak. Másik irány logikusan ugye Románia irányába történik. A Magyarországgyűlés ezért elrendelte a felkészülést a román határ zárására, ami 403 km hosszú. Ha a parancs megérkezik, elkezdődik a munka. Ahogy korábban arról beszámoltunk, megkezdődött a kerítésépítés előkészítése a magyar-román határ Szabolcsi szakaszán. 16 határmenti településen indult meg a közérdekű kisajátítás, többnyire mezőgazdasági területekből kerítenek le cölöpökkel egy-egy részt ott, ahol majd szükség esetén megépítik a kerítést. Böröndi Gábor elmondása szerint a honvédség felkészült az újabb határzára és annak biztosítására, jelenleg 2200 katona teljesít szolgálatot a határok mentén.